Üdvözlök mindenkit, hát itt hagytuk abba, itt libeg előttem Dronatella, hát és az őzike is közben még ott van, hát hoppá, mivel akartam ránézni, az a horda előtt is ott volt, hogy azok nem haltak meg. Na hát túl vagyunk ezen a hordán, és ugye megvoltak a tapasztalatai, mert ugye szét sikerült robbannia a Badabumnak, de amiatt robbant szét, mert hogy a túreteket én oda tettem le, mert én hát a madarak miatt tettem oda ugye a túreteket. Ezek meg a nyomoroncok, a madarak akkor nem is jöttek, de nem érdekes, hanem a legelső zombi, hogy megjött, és innen így lőttek így lefele, és olyan gyönyörűen, hát ki is fogyott belőlük a lőszer, hát az nagyon szép, az egy, az hibátlan volt. Szóval mire jöttek a madarak, már nem volt lőszer bennük, de az a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy viszont ők valahogy nem, hát soti lőszer, szóval az ugye szórása van, az nem csak fejre lő, hanem testre is, és így, hát sajnos az a baj, hogy kapott belőle a, hát én már régebben is teszteltem ezt a dolgot, de sajnos az a baj, hogy kap belőle a mellkasa is a Badabumnak, szóval itt az a baj, hogy Csóringer felrobbant. Hát egyszer igen, a másodjára is majdnem, akkor csak a jó Isten mentett meg, hogy le tudtam lőni. Hol van nekem? Ki látta a járművemet? Hát valamivel én ide jöttem. Na várjunk, állj! Hát nem autóval jöttem, vagy én hogy... hova lett, nem tettem még le, ugye nem, mert akkor látnám, hogyha le lenne téve. Na akkor még egyszer végignézzük, hát a felső sorban nincs, ebbe a sorba. Mi lett az autóval? Most az elképzelhető, ha valaki mondja meg. Elképzelhető, hogy én nem vettem fel, jött a horda, és szétrobbantották? Az lehet? Esküvő, vissza kéne nézni a videót. Hát nem tudom. Jó, ezt tényleg megnézem. Hát megnéztem, gyerekek, és na most minden gyönyörűen világít. Itt van, hát látszik szerintetek? Látszik ez a nyomorult? Hát nem látszik. A franca ki megeszi. Hova tegyelek már téged is? Öcsém. Hát nem tudtam már, mi történt. Hát annyira nem lehetek izébígyó, hogy... Hát ennyire csak nem lehetek. Na, akkor ott tartunk, hogy megyünk haza. Hát eskü meg kellett nézni, hát nem lehet látni. Hát komolyan, szörnyű. Fekete színű autó, lehet átfestjük, nem tudom milyen szín, citromsárgára. Nem találom meg. Jó, hát nem olyan sűrűn. Figyeljetek, ez egy BMW. Figyeljetek, így parkolok le. Nem szoktak ilyen BMW-s mémek lenni, nem? Hogy még ennél csak az lett volna jobb. Hát még csak az lett volna jobb. Most elnézést a BMW tulajdonosoktól, csak viccelődök, de mondjuk várjátok így. Ekkora rohadék vagyok, nem? Na, jól van. Hát most gyorsan csinálunk majd kipakolást. Itt majdnem leestünk, ezt nyissuk ki. Gyorsan csinálunk itt egy kipakolást. Basszus, ezeket. Az egy kis anyag, de... Hát nem is néztem, hogy én miket... Ott tartottunk egyébként, hogy nem is kéne kipakolni. Hát ezeket el kéne... Most mit csináltam? Valamit leszkreppel. Ja nem, az még most jött ki belőle. Vagy mi volt? Na nem tudom, mindegy. Szóval menj már az útból. Én már csinálok rólad... Van ilyen, hogy Donatellás naptár. Lehet, hogy... Rólad meg csinálok Dronatellás naptárat. Mit szólsz? Hát akkor valamiket innen kihaigálok, mert ez mondjuk kéne... Igen...
enni innivalókat. Most azért pakolok így, mert én szerintem ezt a sok szemetet eskü nem hozom már haza. Tehát ezt most elviszem mindjárt a trader, ez csak már olyanokat, nem akarom majd mindent kipakoljon innen, és ami olyan, azt már egyből viszem is eladni, mert könyveket, meg minden, szóval egyszerűen ez még mindig oda. Hol volt itt innivaló? Itt volt. Ú, de rossz volt így kipakolni, emlékeztek még? Még nem olyan régen így pakoltam ki, és aztán begyorsítottuk a dolgokat. Van ez a mód, ugye ott van a videó alatti leírásban is, hogy beletettem egy modot, és az milyen jó volt, úgyhogy... Ja, ott még mindig van. Igen, hát teljesen el is szoktam egyébként tőle, mert hogy itt vannak. Még ott is egy kis anyag, hát nem tudom, tehát én ilyen katonai szövetet egyébként nem is használok, szóval igazából nem is tudom ezt, hogy ez, hogy nem is teszem be, várjátok, mert akkor nekem lehetőleg jó lenne, hogyha lehet, hogy van nálam annyi, de majd mindjárt meglátjuk, hogy miből mennyi van nálam. Akkor csináljunk már ilyen, hogy hova írok, ja. Nézzünk már, nincs valami hozzá, de ja, olaj nincs, amúgy hát amúgy minden van, olajat vegyünk már még ki. És akkor csinálok már két ilyen, ez csak javítsuk már meg, vagy hát nem javítani, már megjavítani nem tudjuk, de csak csináljuk már meg, hogy legyen beszerelve, mert hogyha elmegyünk világkörüli útra, és hát igen, szerintem ez az acélokat is itt, acél, vas is bejön ide, hát szerintem ezeket is most behajíthatjuk. Illetve hát még ez egy jó kérdés, hát mindjárt valamit, egy dolgot még kipróbálunk, de mondjuk ahhoz elég lesz ez a fablok is, de ahhoz, hogy kipróbáljuk, ahhoz elég lesz. Itt van még egy kis lőszer nálam, ami olyan, hogy ezeket meg én szerintem elvisszük, kirakjuk itt ezt az időjárást, imádom. Nem tudom, ez hogy állja. Akkor most ebbe tesszük bele ezekben, még itt kevés van viszonylag, akkor ebbe jó. Ezeket is addig gyorsan lekapjuk már innen, mert lekapjuk már gyorsan, még a blade trap-ek készülnek, mert és akkor azokat még ott beszereljük a... Tudom, hogy van ott, már most nem emlékszem, de mint hogyha lenne villanyszerelő fogó, de ettől függetlenül majd inkább viszek magammal, hogy be tudjam kötni. Azt igazából ott más nem nagyon kell, azt hiszem, mert az csak annyi, hogy betesszük oda a helyére, bekötjük, és akkor hát majd legközelebb a tureteket, mert azok tréfáltak ám meg minket. Na meg hát helyes bítelem is kell azért valamit, mert én ugye azt mondtam, itt a nagy, nem is arra gondoltam, amit tehát a mondandóm nem arra a részére, hanem túlmutatóan arról beszéltem legutóbb, hogy ugye Jézus halálától kezdődő, vagy igen, itt pont ezt mondtam, pont ezt mondtam, hogy Jézus halálától kezdődött az időszámítás, és közben nem, mert Jézus születésétől kezdődött az időszámítás, de mert ugye nem is ez volt a mondandónak a lényeg, hanem az, hogy a Krisztus után, ugye ezt írják mindenütt, hogy Krisztus után kezdődött, tehát Krisztus után 2023 van most, ugye, tehát ez volt a mondandónak a lényege, csak mint ahogy most is nyelvbotlásban, nem azt mondtam, de szóval Jézus születésétől, hát ennyi baki már belefér, de jön valaki. Mondjuk a túrát lerendezi szerintem, csak attól függ, menjen jön le. De az is lehet, hogy nem rendezi le, mert már itt vannak. Azt szerintem nem rendezi. Vagy nem tudom. Ja, vagytok itt, látom. Enyémek vagytok. Na. Jaj, ott is van. Na, nem bírom eltalálni. Ti is. Menjél már, Doni. Ezek
Ezek itt meghaltak volna, csak már azért... Jó, még van valaki? Még van valaki. Hát jött még egy kis lőszer. Itt valaki még mindig van. Hát nem tudok oda átmenni, az igazság. Itt is haltak már meg. Ez nem akar beesni. Milyen kis cuki. Nem majd kimegyek, megnézem. Na, most meg ott van. Biztos, hogy nem lő a messzire. Na, nézzük ezzel. Ez igen. Na, megint jött a loot. Hát mindig csak ez a kipakolás állandóan. Mindig ez a nagy kipakolás, ami itt van. És közben nem is ezt akartam csinálni, mert itt közben ezt kéne csináljam. De mindig jönnek, megint jönnek, kopogtatnak, és mindig van valami. Egy kis lőszert. Most én már ezt a kis 15 lőszerrel már nem izélek, ezzel se izélek, hanem akkor jövünk is. Akkor 57-hez mennyit kéne tegyek, mert 100... Igen, nem raktam még le egyet se. Akkor még 51-et. 51-et. Az 51-es körzet. Ez az 51-es körzet. Azt gondoltam még egyébként, hogy megnézegettem. Jaj, még erre a... Még az időre mindjárt visszatérek, mert hát még eszem jutott valami ezzel kapcsolatban, de ez csak ilyen kis személyes tapasztalat. Viszont még annyit itt a helikopter leszállóval, hogy nem igazán tudom, hogy mit kéne... Mit kéne, hogy kéne, ugyanis... Hát, ugye nem létezik. Tudom, cuki mókus. Tudom, cuki mókus. Az előbb is kömmel nem szóltál, hogy jönnek. Nekem kellett meghalljam, szóval nem tudom, minek tartalak. Szóval olyan, néztem itt a tradernél is a helikopter leszállót, ami ilyen kör alakú, ilyen nagy H betű benne, de az egy ilyen valami speckó valami lehet, mert az tehát kör alakra van csinálva az aszfalt, szóval ez nem tudom, az valamilyen speckó valami, és én olyat nem tudok csinálni. Aztán néztem, megnéztem így egy... másik mapon direkt megnéztem, hogy felmentem például a kórháznak a tetejére, ugye ott is van helikopter leszálló, aztán más ilyen felhőkarcolóknak, ugye van egy ilyen, nem tudom, 5 emeletes vagy hány emeletes könyvtár, ugye annak is, hát mindig látjuk a tetején, ott van a helikopter, ez a fele figyelt eddig, hogy van megvalósítva, de az se kör alakban van már megvalósítva, hanem az is egy ilyen, hány szög ez? 2, 4, 6, 8 szögű valamiként van, szóval ott se kör alakú, persze nagy H betű, de szóval nem úgy van megcsinálva, és hát ez egy... Szóval nem tudom igazán, de tényleg mi lenne a jó. Én, az a lényeg, hogy én olyat tudok csinálni, ilyen blokkokból, ami például, ami a legnagyobb, az, hogy 7 méteres kört. Az tényleg kör alakul lenne, de 7 méter. A 7 méter az meg, hát nem tudom. Azzal szerintem nagyon kell célozgatnunk, hogy arra le tudjunk esetlegesen szállni. Hát figyeljetek, annyira nem érdekelnek már. Az ilyen nem érdekel a pénz már, az igazság, és úgyhogy inkább a hely az jobban érdekel, hogy nincs helyem. Ja, nem veszed már meg. Hát, akkor rohadj meg. Akkor... Ezt csak végignézem. Végignézem, mi van nálad, jó? Mert azért... Meg mikor lesz a 136? Az mikor lesz? 136, hát az 2 nap múlva. Hát lehet, hogy ez már... Várjátok, hogy 133. Igen, hát ilyenkor ez már trader váltás van most jelenleg, én szerintem.
Mert hogy ilyenkor már, amikor ez jön, akkor én már úton szoktam lenni a traderekhez. Aha. Igen, tehát ilyenkor már trader. Ez jelzi nekem, hogy trader váltás van. Na, nem is kell nekem számolgatnom, tudja, most itt eszembe, hogy hát ez itt jelzi nekem. Na, szóval ezeket ide-vissza. Pénz be, cookie. Cookie-ból megnézzük már, mennyi cookie-nk van eddig. Cooking pot, nézzük, hogy mennyi cookie-nk van eddig. Hát majdnem 70 ezer, meg még a pénz. Hát jó, igazából nincs már nagyon szükségünk rá, mert vagy egyelőre úgy néz ki, hogy én szerintem elég sokat, hát most már betudtuk árammal, ez is, hát nem ez, hanem ugye ezek a kamerák, meg ez a duda itt, meg minden, hívjam úgy, hogy trombita. Na szóval minden tényleg be van szerintem már így, és nem nagyon van rá szükség. Be vagyunk már áramolva. Itt meg elkészült szerintem ez, és akkor rakunk be egy fogót. Azt nem vagyok benne biztos, hogy ott van, de szerintem van, de azért inkább teszünk be. Ezt beszerelem még ott, jó? Hát remélem, hogy jó, nem viszek semmi plusz dolgot, hát én csak remélem, hogy nem rontom el. És akkor hát azt megnéznénk utána még, hogy ezt a helikopter reszállt egy 7 méteres kört, ami hát én nem tudom megsatszolni, de hát gyanús, hogy ki fog lógni a farka, ez egy ilyen farkas, szóval nem tudom, megnézzük tényleg viccet félretéve, hogy mekkora az a 7 méter, a 7 méter átmérőjű, gyanítom, hogy elég kicsi, de nem tudok nagyobbat, nem tudok normálisabbat csinálni, mert valahogy, vagy pedig akkor tényleg mi is úgy csináljuk, hogy ez a két őzike gyerekek, ez nem akarja feladni, ezek itt vannak azóta is. Szóval nem tudom tényleg, hogy mi legyen vele. Vagy pedig tényleg úgy csináljuk, megnézzük, hogy tudom én ott fent a... egy felhőkarcoló tetején, hogy van, vagy csak magunktól tök teljesen mindegy, de akkor mi is csinálunk egy ilyen 6 szögletűt, vagy nem 6, szerintem az 2, 4, 6, 8 szögletű. Na, hát akkor lehet. Ezt függőre kéne csinálni, csak akkor most úgy... várjunk? Igen, de akkor most ezt úgy csináljuk, hogy másik irányba forogjon, akkor most ne úgy forogjon, mint az előző. Mert ez ugye most úgy forog, hogy szemből vágja őket pofán, és akkor viszont úgy csináljuk, hogy... Hát nem is látszik, vagy ez most hogy van ez? Ez most ilyen vízszintes, betolja a dolgot. Ja, most fejjel lefele. Akkor valószínűleg utána lesz jó. Akkor így lesz jó, vagy hogy van így? Igen, mert így tolja őket képen. Hogy vagyunk? Illetve nem képen, hanem pont ez az, hogy hátulról kéne, hogy csinálja. Aha, és ezt akkor pont így fogja tudni, hogy mert igen, tehát az úgy pörög, hogy az így hátulról csapja őket valahogy fejbe, de én szerintem legyen így. Most legyen így. Ugye legutóbb nem így csináltam, akkor pont... De amúgy nem, ez nem bántja őket, tehát ezt én már nézegettem, hogy teljesen mindegy merre fele forog, mert igazából ez nem okoz gondot. Tehát ez nem fogja berobbantani nekem a... Ja, ide kell bekössem. Ez nem fogja nekem berobbantani a badabumot. A badabumot a turretek robbantották be. Á, rohadékok. Igen, viszont ez már most akkor úgy forog, hogy tehát nem szemből kapja őket, hanem úgy inkább hátba, vagy úgy, amúgy mondom mindegy, de én legutóbb így akartam volna lerakni, aztán jó, van ebbe fogó, úgyhogy jó, ez meg hadd forogjon, mert igazából most foroghat egész nyugodtan. Ezek automatába itt mennek, mennyi most ez? Ja, ez semmi. Itt van, hogy 81 wattot fogyaszt, de 104-et tudok termelni, tehát ez ilyen
Nagyon bőven, nagyon lazán, megvan minden, úgyhogy... Jó, hát akkor ennyi, ezt túltárgyaltuk ezt a kérdést. Legközelebb akkor tervezzük még, hogy itt fogunk hordázni, jó? De csak azért, mert legközelebb most eski a túretek miatt, most a túreteket máshova fogom tenni. Mert azok a kis tréfagyárosok, azok megtréfál. Nagyon jó, ők benállósították magukat, tehát ők szerettek volna nekem segíteni, csak hát... Mint emlékeztek régen, volt ilyen reklám a sportszeletes csávó, nem? Hogy ki hol tud segíteni. Tehát hogy ment a futóember, a kis Porsche 911-es, vagy nem tudom mi volt, ilyen régebbi Porsche, és futott az ember, utána ott parkolt az autója, oda ment hozzá, így nyújtotta magát, így neki támaszkodott az autójának, mintha tolná, ugye, de csak így nyújtotta a lábait, meg minden, arra ment a sportszeletes csávó, egy kis fek a gyerek, és akkor segített, beletolta az árokba, vagy a szakadékba azért a Porsche-jét. Várjátok, ezt is ki kéne rakjam. Szóval ilyen, ez a ki hol tud segített, a kis túretek is besegítettek itt nekem úgy, hogy aztán baj is lett belőle, mert felrobbant a badabom. Hát nem is tudom, ezt most lehet, hogy akkor addig... ez nem rendezi sorba, várjál. Aha, ja, hogy ezt úgy hagyja, ezt sosem néztem, tényleg a sorba rendezés csak ezekre vonatkozik. Aha, azt nem rendezi sorba a többi dolgot. Mennyi... ja, ebben még van 4 darab. Jó. Hát lőszert azt lehet, hogy pakolok ki egy kicsit magamtól, mert igazán nem kell ennyi lőszer, nem mintha nem férne el, de teljesen mindegy. De mindegy, hát. De mindegy, minek, nem? Jól van, ez itt még dolgozik. Hát lehet egyébként, hogy nem pontjaimat se osztottam még el. Várjátok még akkor. Még annyit nézzünk már még meg, hogy... ezeket kinyitjuk most már. Lát rengeteg sok. Hát egy gyártunk, addig itt ráért gyártani nekem, nem? Lehet, hogy nincs annyi vas. Nem lesz annyi... szerintem nem lesz. Ugye megnézni... ja, nem ezt akarok. Csőbomba és 606. Igen, ezzel most gond lett a csőbomba gyártás. Illetve még gyártunk csövet. Melyikben van vas? Ebben van egy kis vas. Viszont fa nincs. Hát jó, felezgetünk egy kicsit. Hát mindegy, teszünk bele, mert kell bele. Viszont akkor itt csinálunk, hogy mennyit tudok? 951. Hát az jó. Ide is teszünk bele egy kis... mondjuk ezt már nem, azzal nem nagyon tudunk mit csinálni, mert az már tele van, úgyhogy ezt hagyjuk. Jó, azt nem is indítom be, viszont lőszergyártás, oké. Jó, hát annyit beindítok itt én, hogy mondjuk akkor ez megosztom, mondjuk legyen itt 300, meg akkor legyen itt is a maradék, aztán jól van, akkor elugrunk az airdropért, és akkor nem tudom, az airdrop az, megnézzük már a térképen, mert nem akarom megszívni a dolgot, hogy megint a, nem, ez a sivatagban van, hát a sivatagig el tudunk menni. Nem akarom már úgy megszívni, hogy elmegyünk a folyón át kell megint menni. Üzemanyag az hogy áll ebbe a kis cukorfalatban, így lehet egyszerűbb megnézni, de hát 91% szerintem az jó. Akkor szerintem megmenjünk. Na és akkor képzeljétek a saját tapasztalat, mert ez tényleg csak mint érdekesség. Volt idő, amikor... azt hittem már nem akar kinyílni. Volt idő, amikor olyan helyen dolgoztam, ahol hát rengeteg sok útlevelet, meg vízumokat láttam, ilyen török... tüzé volt, nitrát, itt meg szén van. Igen, hogyha a szükségem lesz nitrátra, meg szénre, akkor meg sőt, vas, jó, hát a vas azt tudjuk, az van minden.
Jó, majd lehet ide jövünk. És hogy képzeljétek el, hogy hát nagyon érdekes dolog, hogyha visszagondolunk mondjuk először is a régmúltra, hogy mi lehetett. Hát én szerintem az, hogyha azt mondom, hogy nagyon kevés írás tudó ember volt, hát az nem is fedi a valóságot, mert én szerintem, ha azt mondom, hogy 1% szerint írás tudó volt, szerintem azzal is sokat mondok, szóval szerintem borzasztó kevés. Tehát nagy volt az írás tudatlanság, nyilván nem volt, ha már Donatella naptárat mondtam, szóval nem, biztos, hogy nem volt kutyás, macskás, donatellás naptárja az embereknek otthon 2000 évvel ezelőtt, szóval igazából na, hát tényleg az a helyzet, hogy én valószínűsítem, hogy ugye ez így lehetett. Ezt majd, jó, ezt is eladjuk. Én ezt megeszem, olyan régen ettem már kis vitamint. Jó, és hogy... De hogy ez igazából manapság... Hát manapság jobb a helyzet, az tény. Várj, most nem tudom, hogy merre van a haza. Azt, hogy be kéne jelöljem, mert nem tudom, hogy... Nem tudom, hol lakunk ott. Szóval manapság sem olyan annyira rózsás a helyzet, mert azért vannak az, hogy mi magunkból indulunk ki, mert itt vagyunk mondjuk Magyarországon, és hát kötelező oktatás, azt ugye már Mária Terézia bevezette annak idején. Szóval, de még itt is ettől függetlenül volt nyilván, de most tényleg visszatérünk egyszerűen rövid gondolatilag arra a kis tapasztalásom, amit láttam, hogy azért a világon nem mindenütt volt ez így, hanem hát jöttek a török kamionosok, és ezt úgy képzeljétek el, hogy a hát én most nem akarok ilyen százalékokat megmondani, mert sose számolgattam én ott közbe, de hogy rengeteg sok olyan volt köztük, de tényleg rengeteg sok, aki január 1-én született. És ezt tényleg úgy képzeljétek el ezt a dolgot, hogy én ezt kiopeneltem, na mindegy. Szóval tényleg úgy képzeljétek el, hogy az évszám, hát volt egy évszám, de hogy hónap, nap az január 1. De úgy el tudom képzelni ezt a dolgot, hogy tehát ők se tudták, tehát hogy bementek, hogy na, akkor kéne személyigazolvány a gyereknek, vagy a nem tudom hány évesen adhatták. Azért régen is úgy volt, hogy 14 éves kortól adták a személyt talán, nem emlékszem, mert most már odaadják a csecsemőknek is, szóval most már csecsemőknek is van személyük, de régen azért nem úgy volt. És amikor elmentek, gondolom így, hogy hát akkor kell, és akkor hát mikor született? Hát hogy az évszámot azt úgy nagyjából kitalálták, hogy mennyi lehetett, de hát hónap nap, hát mit tudom én, tél volt, hideg volt, vagy ki tudja, micsoda, beírták január 1, de rengeteg sok, tehát ez lehetetlen, hogy mindenki január 1-én született. Szóval ezek nyilván ezek így kitalálták, és ezek így jöttek. Szóval nagyon érdekes, és ez már itt van itt vagyunk a 21. században, sőt a 20. század mondjuk végén születhettek azok a valakik, és na szóval, és még itt tartottunk akkor. Hol érdekes dolgok ezek, hogy hogyan. Viszont akkor, ha már így vagyunk, én szerintem még az is lehet, hogy akkor ezt máshogy csináljuk ezeket a dolgokat, mert akkor esetleg csinálhatnánk úgy, hogy úgy megyünk el. Akkor nem foglalkozok vele. Úgy megyünk el Trédel körútra, hogy nem is az a lényeg, tehát nem a Trédel körút lesz benne a lényeg, hanem a lényeg az lesz, hogy hát akkor viszont ezt mégiscsak veszek ki még ilyen italt, ez a nagypapának a izéjét, bartering. És akkor úgy megyünk el, hogy autóval megyünk, és nem érdekes, hogy 17 óra, mert ahol ránk sötétedik, ott addig elfoglaljuk magunkat, egy kis csicsa, dirdur, elfoglaljuk magunkat. Van még nekem mondjuk pontom. Ezeket azért szeretném rátenni erre, hogy ne fázzak, mert ha olyan helyre megyek, akkor ne fázzak. És van még két pontom, amit nem tudom mire tegyek. Az egy jó kérdés. Mert most persze erre tehetnék, de most a kaja, hát kit érdekel a kaja már, nem? Erre mit tudok tenni? Itt is nagy részt
Végén szégyen szemre a lockpickingre kell, hogy tegyek. Tényleg nem tudok már nagyon. Hát vagy akkor elkezdek tényleg kihúzni valami más más dolgot, mert akkor mondjuk a Lucky Looterbe álljátok, hát ezt nem tudom. Mondjuk az lehet, hogy olyan szempontból jó, mert gyorsabban fogok tudni lootolni. Tehát ugye 40%-kal gyorsabban szedem ki. Hát meg 15% loot bónusz, de már arra sincs igazából szükségem, mert ha megnézem, hogy ugye itt most a loot stage-em, itt vagyok a zöldbe, 197. Szerintem már nem, egyszerűen nem nagyon van rá szükségem, de jó, oké. Csak az egy kérdés, hogy merre is menjek, de én szerintem arra csak azért nem megyek, mert arra zöld van. Illetve lehet, hogy mégiscsak arra fele kéne menjek. Mert akkor ott vannak azok a kis... a sivatagban vannak azok a... nem tudom milyen helyek. Milyen helyek? Mindegy, itt megyünk most már ki, de teljesen mindegy, hol megyek ki. Szóval vannak ott ilyen katonai táborok. Hát ez most itt egy jó kérdés lesz, hogy én most itt bejöttem ám a csőben, de mindegy, itt nehezebb lesz nekem átmenjek. Nehezebb lesz itt. Mennyit jártam itt gyalog kezdetben? Hát itt meg kijövök a... vagy hogy van? Nem, itt jó még. Á, fűbön kellett volna menni már. Már érzem, tudtam én. Nem, itt kimegyünk a fűre. Ja, szerintem itt jobban haladunk, hogyha én kijövök a fűre. Aztán a következő majd még ott a városban is érdekes lesz. Elvileg nincsenek autók, ugye már a múltkor szétszedtük, tehát most elvileg, ha minden igaz, akkor nyomhatjuk a gázt, és akkor így viszont elég jól fogunk haladni, mert nincs az, hogy félnem kell. Elvileg nincs az, hogy félnem kell, mert hogy nincsenek autók. Persze lehet olyan, hogy ott felejtettünk valamit, akkor azt vagy így, vagy úgy, de szétszedjük. Vagy úgy, hogy neki megyünk, úgy is szétszedődik. Vagy úgy, hogy... hát ebben rendőrautó, csak azért nézek bele, mert rendőrautó. Ha már megláttam. Jó. Ennyi erővel mondjuk már ezekbe is belenézhetek. De oda nem akarok bemenni belülre, mert most csak azzal, hogy az időmet tölteném. Viszont innen nekem, hát ezt most megnézzük ezt az utat, hogy mert esetleg el tudok menni, hát valahova ide jó lenne eljutni. És akár itt oldalt elmenni, vagy itt ezen az út, lehet, hogy ezen az úton jó lenne itt. Jó, tehát itt jobbra tartunk, és akkor mégis úton megyünk, de azért... Na, itt vannak autók. Mondjuk ezeket nem ártana egyébként még. Lehet, hogy tényleg az lesz, hogy... Nem tudom, droncit kidobjuk? Hát lehet kidobom, mert... Hát, ha egy kicsit hátráltat, nem? Startup sequence activated. Jó, ezeket a pénz meg izé dolgokat ide elteszem már, hogy közel legyenek. Hát ezt lehet azért szétszedem, mert tényleg ami útba esik még. Akkor ami útba esik, azt csak szétszedem, hogy ad egy kis üzemanyagot, hogy tudjak tankolni. A traktort nem szedem szét, mert az olyan jó dizájnelem. Ezen az úton is, hogyha lesz autó, például itt van, akkor ezeket én itt még szétkapom, aztán úgyis rám fog más teledni szerintem, tehát traderhez most szerintem nem nagyon fog tudni eljutni majd legfeljebb. Hát akkor ezt is szétszedjük. Nem hagyjuk itt. Azoknak is szépen neki lehet menni. Abban a házban nem voltam még. Lehet, hogy ilyenbe is majd megy. Vannak olyan házak, amik olyan ismeretlenek, és nem nagyon... Mert az igazság, hogy ilyen kis vacak házakba ugyannyira nem vonz, hogy bemenjek, de tényleg vannak ilyen
Itt zombi nincs sehol, azért ezt nem tudom, látjátok-e. Ez mi volt? Ez valami kőbalta. Követ vigyek magammal. Hanem amikor meg hiányzik a kő, akkor meg nincs. Hát igen, itt azért lehet, hogy óvatosan kéne menjek különben. Már hogy itt még lehet autó, mert nincsenek szétszedve az autók. A főutakon szedtem szét. Ó, itt is mennyire imádom egyébként. Ez például ezt egy imádom, ezt a város. És itt még... Ó, nem már, hát itt még nem is jártam. Még, nézzétek, már ott van még bent a... Ott van még bent az... Van ott egy autó. Igen, mutatom, ott van egy autó. Meg ott van az. És még most fog felrobbanni. Hát... Hát nehogy ne robbantsuk már fel, nem? Ez tök jó. Ja? Közben megjött mami. Ezek benne égett az autóban, ami felrobbant. Az a baj, hogy jönnek minden irányból. Hallott a lakám. Kígyó. Na jól van már. Így jót ott hagytuk. Jó, hát ez csak azért már szívem csücske, imádom ezt egyébként. És még fel kell. Még tudtam, hát hallottam, hogy ezt csak lootoltam, hát nem bírom kinyitni. Nem tudom gyorsabban. Na és az előbb ezzel nem szóltál, igaz? Itt jött, nem szóltál. Én hallottam. Ha minek tartalak? Kutya úgy döntött, hogy... Ugye úgy döntött, hogy... Azt a mindenit, de gyors vagy. Tényleg mondtam ezt a... Mondtam ezt a 7 méteres valamit, de valójában nem tudom, hogy azt a helikopter elszálló, de valójában nem tudom, azt én azt kicsinek tartom, de nem tudom, megnézzük majd, csak már elfelejtettem, most eljöttünk otthon, azt elfelejtettem, de megnézzük majd egyébként. Szerintem az egy kicsit karcsú lesz. Hát igen, nem tudom, ide is miért jövök be, de mindegy, már bejöttem. Na-na. Ha bejöttem, akkor most már csak átnézem. Úgyse volt adás, nem? Tehát úgyis teljesen mindegy. Igen, gyorsabban... Jaj, jó, oké. Gyorsabban lootolunk most már. Ilyen scrap csizmát, hát régen hogy örültem egy ilyennek, de hát most már azért... ...139 rugó, mondjuk ezek, na hát kellenek mondjuk ezek a rugók, most már lehet, hogy nem annyira kell, mert már azért...
megelőztük magunkat, de... De azért nem baj. Ezeket viszont én szerintem ezeket 16 pénzt érnek, hát... Meg ez is 2 pénzt ér, hát ugye... Az egy darab követ vigyem magammal? Most azt a malacot is én ott... Nyuszi elrohant. Ott van bent egy malac, én most azzal húst vigyek, majd direkt meg se keresem. Oda sem megyek hozzá, mert... Ennek változtattak ezen a vackon, mert itt szoktak a tetején lenni, de miért amúgy? És hogyha én most olyan halk vagyok, hogy... És nem itt. Ez még alszik, akkor még eddig jó. Ah, csendesebb voltam, mint máskor. Master, we are not alone. Na, most már nem. Hogy... Na jó. Jó, no, azt hittem beesek. Jó, hát akkor ezeket csak összeszedjük már, de csak azért, mert ha már bejöttem ide, a madarat meg ott hagytam fent francba. Mármint nem a madár miatt, hanem ott is van egy doboz, de mindjárt visszamegyek érte. Ó, is van Lokvi. Nem tudom honnan jött, de van. Rápróbálkoztam, hogy van-e nálam lockpick. És van, és kinyitja. Nem is tettem rá pontot, és kinyitja. Egy konzerv. Oda csak... Ajaj, már nem tudok menni. Oda csak visszamegyünk, még felülre. Ó, majd elkezdünk majd küldizni, aztán megyünk majd ilyen éjszakai küldiket, meg minden küldit. Hát oda akarok még valahogy. Csak kicsit már az a baj, hogy kezdek, már most kezdek megtelni. Ja. Nem majd ide, azért megérte bejönni, mert sajt, ugye? De igen, tehát ennyi a nagy loot, azt már kész is vagyok, de már az a baj, 21.53, tehát nem baj, autóba elfér, pakoljunk be az autóba, aztán megyünk tovább. Na, pakolunk mindent az autóba, az 9 darab szeget, azt is berakjuk. És csak akkor azért tartom magamnál, mert mi van, ha legközelebb is kelleni fog nekem. Mi van, hogyha kelleni fog? Ezt beletankoljuk. Ó, de jó idő van. Már megint. Már megint jó idő van. Várjunk, eltévesztettük az irányt? Várjátok már, ebben... Igen, itt el kellett volna kanyarodni. Hát gyerekek, semmit nem látni. Azt hiszem, hogy... Jó, itt van egy trader. De ugye ezt lekéstük. Ezt az autót, ez már régóta így zavar engem. Már sokszor ott frusztrált engem, mert ott pont a kanyarba volt az autó. Nézem, ez a kereszteződés lesz, ez lesz.
Hát mondjuk, ó, hát ne mondj, ne izéltek, már van lámpám, én meg itt vakoskodok. Hát mindegy, akkor ott is kimehetünk, itt is eljöhetünk. Valahol ki kell kerülni. Jó, hát ez így most jó lesz, csak most nem tudom, már levegőben mindig olyan jól látszódnak azok a bázisok, majd hát így meg nem tudom, de majd megpróbáljuk megkeresni. Hát minden esetre megyünk az úton. Az út az elvisz, ez, és ez a bázis, ez nem itt lesz. Itt is voltunk a múltkor egy ilyen katonai bázison. De ez nem ez, hanem ez, itt lesz egy város, és a város... Nem, igen, tehát jön egy város, meg egy trader, és az után levő... Nem miattad álltam meg, azt hiszed, hogy igen, de nem egyébként. Ezt láttam meg, hogy most szerencsésen nem arra mentem, de ettől függetlenül lehetett volna. Szóval nem itt volt az, hanem... Szerintem nem ezek, hanem itt ezek. Itt mentem mindig arra, szerintem ezek azok itt. Úgyhogy... Ezt lehet, hogy én úgy be is mehetek. Hát vagy mindegy, mert innen végig is éjszak. Jó, hát amúgy mindegy már, hogy mit jelölök, vagy mit nem, mert nagyjából nem lehet eltéveszteni szerintem. Szerintem nem lehet eltéveszteni. És ehhez a traderhez viszont ide majd vissza kell jöjjünk, mert ugye ez majd ha kinyit, mert de itt leszünk a közelben. Oké, értem én, hogy jössz, a húsom kell, de vagy igaz, hát teljesen igazad van. Na, van egy feladatom. Nem szabad. Megmentelek benneteket, jó? Viszont akkor megnézzük itt a legelső helyet, mondjuk ez lesz, lehet a legelső, akkor... I've got a bad feeling about this. Talán az lesz ott a legelső. Hát igen, ott vannak valami tornyok, akkor valószínűleg, hogy ez lesz a legelső. Hát szép volt! Kicsit... besérült. Na ez viszont úgy látom, hogy... egy olyan hely lesz, ami körbe van aknázva. Vagy nem. De valószínűleg igen. Itt milyen nagy élet van. Aha, ott van. Ott vannak, és ott világítanak. Aha. Hol van? Valahogy itt van, tök közel az a nyomoronc falkas, ja, itt van. Csak azért, mert tudom, hogy úgyis rám fog szaladni mindjárt. Ez az egyetlen egy probléma, hogy tudom, hogy rám szaladsz. Na, az meghal, meglátok. Hát én nem tudom... Jó, nem így akartam igazándiból, csendesebben akartam volna, de... Hangtompítós a pisztolyom, és meghallják. Az mindjárt felrobban. Pont mondani akartam, hogy az mindjárt fel... Ja, hogy innen is incoming. Jó, oké. Én nem akarok veletek robbanni. Nem akarok veletek meghalni, de azért jó, hogyha bombátlanítjátok a helyet, az tetszik. Hoppá! Ezt nem ismerem, ezt a... Ezen változtattak. Ó, nagyon jó lesz. Oké. Igen, itt régen nem volt ilyen lejáró. Ó, de jó, hogy ide eljöttem, mert végre látunk egy ilyet. Vagy én legalábbis, mondom, én nem... A régi fajtán jártam, de ott ugye
több, jó, sokszor, vagy nem tudom, de ott nem volt ilyen lejáró, úgyhogy nem, ugye lemegyünk. Nem tudom, mi van lent, de lenézünk. Ó, hát itt is itt vannak. Na jó lesz már. Jó lesz már, gyerekek. Nem azért jöttem én ide, hogy itt verekedjünk, csak gondoltam felnézek, de nem azért jöttem feltétlenül. Barrel, üres barrelek. Először én átnézem már ezt a fenti részt, és akkor, hogyha megvan, utána lemegyünk. Ez meg nem hallott meg semmit. Ez a süket. Ez. Master, we are not alone. Köszi, hogy szóltál. Ha nem tudtam volna. Itt amúgy ilyen doktordők voltak, vagy ez nem olyan sátor? Ez nem olyan sátor, szerintem ez olyan, hogy ez a katonai része a dolgoknak. Na jó, tényleg nem tudom, hogy mindent, mi mindent lootoljak már igazából, mindegy, de eladjuk majd, meg leszkreppelem, meg nem tudom, mit csinálok vele. De itt jönnek mindjárt a ott lángolnak a csávókák, de az a baj, nem is látom őket, hogy melyik kicsoda. Ja, az mondjuk az volt. Az is az volt. Te is az voltál, csak téged nem vettelek észre. Na. Azt a jazzes mozgást, amit csinálsz. Hát, én nem tudom, vigyünk innen nitrátot. Ott alatta az ott, az direkt van egy luk, eskü megnézem, hogy az ott mi. Igen, az ott egy loot. Hát, jó van, mindegy. Jól van, mindegy, szétütöm. Több is veszett Mohácsnál. Ez most csak szén, nem? Vagy mi ez itt? Ez csak... Csak adott nekem 18 szenet, hogy... Csak azért, hogy... Azért, hogy vigyek el, teljen az inventorim a 18 szénnel. Hát, oké. Okay. Itt fent is tuti, itt lesznek a srácok. Hát mondjuk ti is csak bajnak voltatok itt. Na. Ja, hogy itt? Oké. Okay. Gyertek, robbanjunk együtt. De jön. Gyere, robbanj! Itt vagyok, itt van kettőnk között. Gyere, ez az. Jó csinálod? Majdnem jó. Jó lesz. Ez az. Te is jó lesz. Oho! Ez még egy túlélte a robbanást. Nem tudom, van itt még valaki? Ja, hogy nem. Ebbe is még most ébredtek fel, szerintem, aki. Igaz? Menjél be! Nyissál be! Tedd meg! Nyissál be! Nyiss ki nekem az ajtót! Saját rabszolgámban, nyiss ki az ajtót! Buta! Nem szabad a gazdát bántani. Master, we are not alone. Azt mondja, értelek. Értelek én. Na majd az lesz az érdekes, hogy tényleg lemegyek oda alulra. Jó, és itt mi a franc van? De minek jöttem be? Mondjuk ezeket lehet, szét lehetne itt szedni. Ezeket, meg mindent.
ezeket. Hoppá, nem azt akartam. A francokat. Ezt is szét lehet. Ezt is. Szétdíbolok itt mindent. Aztán az milyen lenne az életbe, bemennék az így. Ennyi mindent elvinnék. Hát szerintem... Na mindegy. Szóval nem túl reális. Hát ez az autót, ha már itt van. Jól lenézünk. Nem tudom, mi lesz lent. Menjünk ilyen... Mennyire vagyok tele amúgy? Még bírja? Jó, nem kell annyira izélni. Na, ott fekszik bent valaki. Át tudok lőni az asztal alatt? Nem. Várjál meg. Azt hittem, hogy kívülről, de kívülről hogy jönne? Á, igen. Na gyertek akkor, robbanjunk! Gyertek! Gyerünk! Gyerünk, aknamező! Aknamező gyerekek! Hát robbanjatok már fel! És nem. Gyerünk, fiatalok! Az már... Olyan bicebóca! Volt valami problém... Jajjaj, és bele nem menjek már. Van úgy, hogy az embernek nincs elég lába. Elég sajátságos módszerrel... Óvatosan kell itt... Poénkodok itt, azt én is belemegyek. Ó, még itt vannak a többiek. Poénkodunk itt, aztán... Végén én is belemegyek. Hát elvileg jó sokan voltak lent amúgy. Az jó hely, de... Kicsit elszórakoztam velük. Ja, meg itt van a nagy loot. Akkor ennyi volt itt a nagy lulu. Nagy lulu. Oké. Okay. Jó, oké. Okay. Arra... Itt van még valami? Itt már nincs semmi, de jó. Jó kis hely, jól néz ki. Rávittem őket az aknamezőre. Áj, de rohadék vagyok. De ismeritek. Hát ők most már ismerik az Aki másnak vermetás című, mert ők csinálták az aknamezőt, nem? Na jól van, ezeket üssük szét. Úgy a sivatagban nekem most 3.40. Én úgy tudom, hogy úgy van a leírás szerint, hogy 2.80-ig megy a loot stage, tehát az úgy szépen be van XML-be, és már 2.80 felett már tök mindegy, hogy 3.40-en van, vagy 600, vagy mennyi, mert már ugyanaz vonatkozik rá. Tehát én itt már ilyen maximális loot stage-en van. Jó volt, ezt így jó volt látni szerintem, mert ez itt nem jártam még lent soha, mondjuk most se teljesen úgy, ahogy akartam. Hát majd visszaszedjük magunkhoz, amit eladunk, mert majd megyünk a traderhez, de addig ez is azért jön az arany ide, mert az viszont tuti eladjuk. Jó, ezt még tartjuk magunknál. Szóval, hát majd, még csak 4 óra, akkor el tudunk még menni. Hát nem tudom, ez itt mi? Megcélozzuk. Oda megy út. Akkor megyünk az úton.
Ó, még Dronatellába is tudunk még tenni cuccokat. Ez itt valami nagyobb. Nagyobb lélegzetű bázis már megint, de biztos van egy bejárata, mert kinézem belőle, hogy a bejárat az arról van. Oké. Okay. Itt van a bejárat. Hát az út az remélem, hogy nincs aláaknázva. Többiben már nem vagyok biztos. Megálltál? Jól van. Hát lámpa marad. Na, ez viszont egy olyan... Lelövök mindenkit. Ez viszont egy olyan hely lesz, ahol... Ahol annyira nem tudom, mi hol van. Mondjuk igazán megnézhettem volna, de itt amúgy tényleg van aláaknázás, vagy nincs? Mert az is lehet, hogy nincs egyébként. Itt például, mintha nem lenne. Lehet, hogy nincs. Mert úgy gondoltam, hogy oda kéne menni az autókat szétszedni, de azokat lehet, hogy akkor oda tudok menni. My senses have picked up something. Hát, valaki... hangjelzést adott. Ó, mit valaki? Ó, rendőrünk is van. Nem szabad bántani apát. Szóval... Jön valaki? Ja, jön, hát. Még te jössz, jól van. Nem te miattad néztem szét, hanem itt a... Ó, te is még jössz. Ja, hogy itt főleg inkább csak ilyen csapdák vannak letéve. Jól van, mindegy, ezeket csak azért szétszedem, mert minek legyenek itt. Akkor elvileg ide is tudok jönni, ha minden igaz. A design autókat innen szétszedem, és akkor még itt erre mi? Ja, hogy itt designból elvileg itt is be lehetne menni, viszont ott a kutya, innen látom, a kis rohadék. Szerintem, hogyha másik irányba jövök, akkor nem láttam volna meg. De mivel két kutyaház van, ezért... Jó, hát menjünk be a fő bejáraton, mert... Hallottam valami hangokat, mint a... Erre úgyse lehet menni. Incoming enemies, prepare for conflict. Ezt mit csinál? Mit csinál? Nem normális. Nagyon látszik, hogy agyatlan vagy. Ó, most már nem. Ki ütött meg? Ja, hogy jöttek hátulról is. Hátulról nem szabad. Felébredt a gondnok is. Hát itt ez nem tudom mi. Ja, hogy ez azért jön ide, hogy ő világítson. Amúgy tök állat. Na jó. Menjünk azon az úton, ahogy ők eltervezték, hogy hogy kéne menni, csak eddig oké, eddig bejöttünk. Eddig bejöttünk. Lehet menni jobbra vagy balra? Nem, csak jobbra lehet menni. Ez itt nincs tovább. Akkor menjünk el. Egészségügyi sátor. Lejövünk így kutyába, hogy lejövünk így Google Vice-t. Viszont itt már jön valaki. My senses have picked up something.
Aj. Ez a hordaváró. Nem tud, nem jut át rajta a csaj. Na jó, most már az csönd legyen. Hát innen nem nagyon viszünk el semmit. Ide csak azért jöttünk, hogy ne legyünk máshol. Itt is tuti vannak bent, csak... Vagy nincsenek? Lehet nem, innen már szerintem kijött a kitól. Hagyott nekem könyvet, a kis rendes. Esténként ne unatkozzak. Olyan, itt volt a kutyaház. Gyanús. Két ház van és egy kutya. Az mit jelent? Az én olvasatomban valahol még kell, hogy legyen egy kutya. Na végre egy shotgun messias. Hogyan tisztíts... igen, 20%-kal csökkentem a degradációját, és most meglett... igen, most meglett a plusz... Ja, ez oké, okay, ez nyitva. Okay. Ugye van egy olyan, hogy... Csak nem lövök vele, de van egy olyan, hogy... blokkokat szét lehet vele lőni, szóval elég keményeket lehet lőni a shotival. Ezt mindjárt leszkreppelem, mert... Jó, hogy nem már viszem magammal, meg szerintem ezt a 10-es értékű izét se viszem magammal. Hát ennyi, és akkor, ja most meg is érkeztünk ide ebbe az alsó rész. Jártam már ilyenbe, csak annyira keveset, hogy nagyon, nagyon ritkán, és... Annyira nem vagyok ilyen tutira biztos ebben a járásban, hogy ez itt hogy van, de így emlékeztem, hogy eljutunk valahogy idáig, csak direkt úgy akartam jönni, ahogy ők adják. Hát itt nincs senki bent, én nem látok. Van, ja, de ott mintha lenne mégis. Ott, az ott valaki. Ja, az ott valaki, meg még ráadásul... Jobb, egy kis könyv. Hát nem mindenki a telefonját nyomkodja? Vagy mi van itt? Könyveket olvastok esténként? Hát nem divat már. Ismertek a valószínűség számítást, nem? Hogy... Juliska néni megy a kertbe, kezébe, újsággal, valószínűség, hát valószínűleg, hogy szarni megy, mert olvasni nem tud. Ez a nagy valószínűség számítás. Várjunk, akkor onnan jöttem, és akkor még elvileg az még ott hátra van. Jaj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 
Azért vagytok itt ilyen sokan. Incoming enemies, prepare for conflict. Na ne viccelj! Olyankor szólsz, amikor már én is tudom, hogy incoming enemy van. Lövöm itt a fejeseket? Tehát muszáj, mert azt imádják egyedül. Ott is még valaki próbálkoznak, de... És valaki van, de ki? Ja, hogy... Mármint, hogy... Segítek, gyertek! De mindjárt kiütik az alját, így is úgy is kiesnek onnan. Már jönnek is.
Annyi esze van, hogy semmi amúgy. Hát így nem tudom eltalálni. Tartsd meg szépen a fejedet. Így. Ügyes. Ezek kintről, ja ott van egy például, ja látom, hát ott van kintről akarna bejönni. Megoldottuk a problémát, ott van még egy. Csóhinger, ekkora hülye az is, és akkor sebzi a szöges drót folyamatosan. Ja, hogy ennek a tetején is van, hát ide megérte feljönni. Hát ezért aztán megérte. Jó, ide felnézünk. Na, szerintem nincs senki, csak van-e valami? I've got a bad feeling de about nincs. Így, ennyi? Ennyi volt? Na jó, nézzük a lootot. Nézzük a nagy lootot, amúgy 743 majd. Igen, mert van még, és ezek jönnek ám most így betámadtak, így jönnek folyamatosan, nem hagyják abba. Valaki már egyébként be is jutott. Na itt van közel. Itt jön. Itt sétál. És nem is egyedül, várj, ez hányan vannak ezek? Hányan jöttetek? Ó, francba, hát kerülgetjük itt egymást. Azért még kaptam egyet, hogy ne úgy menjek már haza. Anyának meg tudjam otthon mutatni, hogy nézd meg anya, mit csináltak velem? Van egy karcolás rajtam. Jó, hát ezeket én úgy gondolom, hogy... Hello, Bréko. Én úgy gondolom, hogy ezeket a többit már itt hagyom. Ez is csak a... Amiatt jöttem ide, hogy... lássuk, mert olyan sokszor elrepültem itt felette, és mondtam, áj, de majd visszajövünk, ide visszajövünk, és most tényleg visszajöttem. Ott is jön még Manci. Ó, Mancikám! Manci néni! Ai, francért kellett neked dobni táskán, most ki kellett jöjjek innen. A francért kellett nektek itt dobáljátok, itt csaltok itt kifele. Hát amúgy meg végeztünk, szóval én szerintem végeztünk. Hol az autóm? Abba az irányba. Igen, de mondjuk most már viszont megteltünk. Szia Betty! Te vagy Betty a csúnya lány? Volt egy ilyen sorozat a tévében. Nem néztem. Csak tudom. Na akkor viszont úgy csináljuk, hogy visszamegyünk ide Joelhez, mert hogy... Ezek nem tudom, ez osztódással szaporodnak? Gyerekek, a franc ennyi zombit az életben nem láttam. Mennyit építkeztem ott, nem jöttetek. Most meg, ja, hogy itt volt mindenki? Hát úgy már igen, úgy már megértem, hogy hát mindenki itt volt. Én meg ott építkeztem. Merre van a vízi? Hát tényleg nem nagyon jöttek. Hát mindig azt hiszük, hogy ki lettek kapcsolva a zombi? Kreatív módba játszom, vagy mi? De nem, mert néha megjelentek valahogy. Jött medve, meg farkas, meg néha zombik, de hogy nem nagyon zargattak. Be ezzel, ha elkezdtem ásni, az nem tudom, miért izgatta őket jobban. A múltkori alkalom is, hogy ástam, az jobban. Tehát arra a lámpám az, de szerintem ki van kapcsol. Vagy mit tudom én, de ki van? Nem jó, hát de most nekem ki kell pakoljak. Nem jó. Kipakolunk. Mégpedig valahogy úgy kéne kipakoljunk, hogy
Hát valahogy úgy kéne kipakoljunk, hogy amit viszek, azt bedobom, de a többi dolog, fú, azt se kellett volna, na mindegy. Szóval bizonyos dolgokat, igen, ezek a motorblokk, igen, azok mindjárt beletankolom. Hát ez pont nem. Na jó, kezdjünk el ebből kirámolni innen, mert én szerintem ilyen magokat is eladom a francba, nem kell, ez marad, ez nem kell, nem kell, nem kell, nem, 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 nem. Tovább, ez hanyas tripla paket, de szerintem az is van már mindenembe, van már ilyen tripla paket. Szerintem, de mindegy, az, ezek nem. Arcok, ilyet se akarok már gyártani többet. Hát, ezeket is eladhatom, mert nem tudok velem csinálni. Pisztolyt se akarok már csinálni. Aksikat eladom. Ötös aks... Hát jó, tegyük fel, ötös aksit nem adom el, nem? De szerintem eladhatnám azt is. Machine gun parts, ez is parts. A fát, azt abból inkább gyártok valamit. Jó, tegyük fel, hogy eddig a üzemanyagot is azért, mert azt meg beletankolom az autóba. És akkor innen akkor még egyszer megyünk egy kört, hogy mi az, amit esetleg, amit elteszünk. Elteszem ezt. Esetleg. Hát nagyon nem sok minden marad meg, mondjuk a kenyér, de hát az is csak azért, mert nincs eladási ára. Hát jól van. Most ezt mire mondtad nekem? A csirkére? Most ez... De a csirkére is bedumálsz itt nekem? Amúgy. Hello, stranger. Hello, stranger. Viszont akkor úgy csináljuk, hogy végignézzük már először, hogy van-e nála az, ami nekem kell, mert ha van, akkor... Egyedül egy dolgot, hogyha ha van nála napcella, akkor veszek, de nincs nála, akkor viszont beszéljünk, mint férfi a férfival. Akkor ezeket én adom el, jó? Üzemanyag az marad. Eladtam a bőrt. Az mit keresett? Na mindegy, volt nálam egy kis bőr, nem tudom. Két darab, vagy mennyi, nem tudom, de... Hát jó sokat eladtam, ja, még szerintem akkor ezt is eladom neked, jó? És akkor... Thank you, Survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Hát jól van. Jól van, kis barátom, figyelj, viszont akkor annyit nézzünk már még meg, mert mi is van nálam pénz. Hol van a... Várjátok, hát hol van? Ja, itt vannak. Melyikbe kéne, hogy legyen ebben, nem? Ez a XP-s. Azt szerintem az van otthon elég sok. Ilyet keresnék, ezt a másikat, ezt a bartereset. Vagy... Ja, de ez az. Ja, de ez a, mondom, ezt keresnem, hát persze itt is van. Egyet veszek, legyen nálam kettő, aztán ennyi. Jó. Egyet vettünk, hogy legyen nálunk kettő. Ezt majd akkor adom el, hogyha iszok ilyen barteres piát, ezt addig nem adom el. Na jó, akkor itt tartunk, hogy nem is tudom, hogy ebből én most pakoljak be valamit. Vagy jól van ez így itt? Szerintem jól van. Ja, annyit, hogy mondjuk ezt esetleg bele refuelezhetem. Jó. Na, bele refueleztettük. 10.36. Most igen, ez egy jó kérdés, hogy itt még el kéne, hogy menjünk. Hát most ez nem tudom mi, vagy az inkább valószínűbb. Tehát
ez itt nem tudom mi, de mondjuk úgyis arra megy az út, és utána pedig megyünk oda, és aztán majd megyünk oda. De azt majd akkor úgy csináljuk, hogy legközelebb, mert hogy menjünk most? Hát menjünk most, nem? De. Nem? De. Menjünk most. Kicsit hosszabb lesz a videó így. De várjatok, akkor be kell jelöljem, mert oda megyünk. Viszont megyünk az úton. Oda megyünk az úton. Ebben az autó, ezt az autót még kilútonom. A kis gyögyófejűek ott voltak a platón, de azt nem bántottam most. Hát lehet egyébként, ha már itt vagyunk, itt van ez a felüljáró, mert amellett még éppen el kell, hogy menjünk, és... Kicsit dadog a drága. Vajunk, most itt, igen, lehet, hogy oda, és az lehet, hogy nem is az különben, de várjuk, azt megnézzük, de ez, ide jönnénk, szóval az csak egy sima ház. Akkor a sima házat, azt hagyjuk is szerintem. Ja, ez itt egy sima ház, a sima házat hagyjuk. Mert akkor viszont ide fogunk menni, mert az a harmadik. Oda megyünk, de először megnézzük már itt a felüljárót, mert ez itt mindig egy vicces hely. Átugrassunk? Nem biztos, hogy át tudok ugratni. Ezt ki kéne itt lootolni, ezt a... Még nem spawnoltak be? Hát szerintem... Ne, most... most. És felkelt. Ja, hogy a hátad volt, én meg a fejednek gondoltam, ami a hátad volt. Nem. Nem robbanunk fel csak úgy. Nincs engedélyezve. Ó! Na. Ez egy lövéssel a mami is kapott belőle egyet. Na ez amúgy jó hely volt, csak itt ezeket a terettárgyakat itt szintén szétszedjük már. Mennyi autós könyv van itt is? És én nem is tudom, hogy néztem én itt ezek. Hát nem tudok felugrani, hát gyerekek. Oj, nagy nehezen. Oda megpróbálják átugrani? Hát megpróbálhatunk. De elgondoltam, hogy nem fog sikerülni. Na akkor... De mondjuk már lehet, hogy... Ja nem, én nem vagyok túl súlyos. Na ezt a buszt is szétszedjük még. Ja, meg még ott lent azt az autót? Ja, még lent, aha. Még azt a kis barnácskát is ott. Nem mond már. Okos tojás. Azt hát, hogy én nem hallottam. Ezt az a rendőrautót megnézzük még, de aztán... Hát a trader örülni fog neki. Apa meg örült, kapott egy kis magnum lőszert. Na, megnézzük ezt is itt. Azt hiszem, hogy... Hát nem akarok hülyeséget mondani, de mint hogyha ez valamilyen EÜS valami, mint ha úgy rém lenne. Ne. Mit csinálsz? Kanyarodjunk már. Igen, ott van egy vörös kereszt, arra emlékeztem. Nem tudom ez mi.
Vörös keresztesek. Akna, akna nincs. Nyitva. Hát, tő. Nem tudom, mi lesz itt. Kutya az van, szerintem. Az vízbe vannak lent. Vagy mi? Az ott egy víz. Tócsa. Hát nem bírlak eltalálni, de el tudlak. Itt izél az orrom előtt, itt, és hogy üssek úgy, hogy ott vagy az orrom előtt? Azt azért úgy elgondolkozhatnál rajta egyébként. Incoming enemy, prepare for conflict. És mindig itt eszi a fene az orrom előtt. Nem is tudom, meg gondoltam, hogy ide, de ez meg az zárva. Hát akkor lehet itt fogunk majd kijönni az egészből. Akkor mégiscsak, és gondolom, hogy ott van egy kis lőszer. Gondolom, hogy ez is zárva. Hát gondoltam rá. Hogy? Oda én hogy nézzek le? Szét kell üssem, vagy nem? Vagy hogy tudok oda? Sehogy. Na de így, jó. Még egy kis magnum. Hát jól van, akkor erre tudunk menni, nincs mese. Ne tudd meg, hogy én meg beakadok itt mögöttem. Loki. Mondjuk ilyen szűk helyeken nem a legjobb dolog ezzel az íjjal menni, mert azért... Hát jó van, gyertek! Már nem tudok, nem tudom megmondani, hogy mi van itt, de... Az van, hogy gyertek. Ez az. I've got a bad feeling about this. Itt van alatta ilyenkor valami? Megnézzük, hogy itt mi van. Hát nem hiszem, hogy igen. Nem, ez már az alja. Hello, hello. És ja, hogy itt a kulcs, oké? Jó. Zöld lesz már előre. Láttam rajtad, hogy jönnél. Hát... itt azért kicsit nagyobb felhajtásra számítottam, hát mindjárt körbeérek, ezt nem is volt még itt nagyjából semmi. Hoppá, ide nem tudok. Hogy vagyunk? Na nem áll, hogy ne tudjak felugrani, hogy mi van itt, hogy... Miért nem tudtam felugrani erre a madzagra? Itt akartam már szét... De már itt körbeérünk, és akkor itt gyakorlatilag nincs semmi. Tetejére akartam majd felnézni, hogy itt mi van, de hát semmi amúgy. Master, we are not alone. Ne mond. Na ne mond már. Ezt gondolom meg lehet tekerni, de nem lehet. Ja, hogy ott égtélte meg. Ó, egyelek meg. Megnézném, hogy hogy csinálták meg a lángot. Bár ők szerintem meg tudják csinálni normálisan is a lángot, hogy nem kell hozzá semmi különös dolog, hogy égen a láng, csak nekem kell mindenféle trükköket bevetni, hogy lángom legyen. Ez mi volt? Jaj, te! Fenékbe lőttelek! Te meg megy ma az úton, mert ez honnan jött ki? Jó, hogy onnan... Ó, nagyon jó, nagyon trükkös! Nincs már ki, gyere! Gyere! Nagyon trükkösek! Nem tudtam elképzelni, mi történik. Itt semmi.
Zárva. Ott lehet kimenni fent. Hogy? Ez is zárva. Hát most, ja, itt a kulcs, bocs. Akkor még azt is meg, itt mi? Ez itt például mi ez a kék? Ja, lehet, hogy itt volt bent a néni, nem? Onnan esett a fejemre. Én szerintem igen. Szerintem ott volt bent a csajszi, aki a fejemre esett. És a, ja, hogy ott van a nagy... Ó, ne már, most vettem észre, hogy hát ott van a nagy lút fent. Igen, az ember nem jön fel, akkor nem találja meg. Mekkora nagy... Láttad ezeket? Láttad, haver? Láttad? Láttad, mit csináltak? Ő, ja, akkor innen már megy, mehetünk kifele. Itt a kijárat. Hát ez van. Úgyis csak rám támadtál volna, nem azért, nem piszkálódásképpen, de szerintem igen. Százalékos az autónk, még bírja. És itt a város. Itt a város, csak a város az... Azt nézem, hogy... Ja, az egy benzinkút, nem, hogy nem akarok benzinkútra menni. Megpróbálunk. Ebbe belenézünk. Ja, meg ott a másik, akkor abba is belenézünk. Ezek rejthetnek nekem való jó dolgokat. Hát itt nem tudom az út merre megy, de akkor most már az lesz, hogy kimegyünk szerintem a városon kívülre, azt ott megyünk, mert hogyha nem, tehát nincs normális... Vale? Belenézzünk már egy ilyenbe is, de hát gondoltam, hogy... Gondoltam én, hogy felesleges, de azért... Jó. 78. Neki melyik a kaktusznak? 78. Egy kaktusz. Kaktusz olyan erős, hogy leviszi az autónak a HP-ját. Egy kaktusz. Incoming enemies, prepare for conflict. Csak jött volna. Ja, meg az is. Jó, oké, látom, hogy... Látom, hogy rám találtatok. Ó, nem, nem hiszem el. Mennyi az idő? Délután 3:30 van, gyerekek, és egyszerűen nem haladok ezzel a... Sok gyogyó itt jön rám. Na nézzük, nézzük, mit van. Junker Purple. Nem tudjuk nyilván az egészet végigállni, de most nem is ez a nagy cél egyébként, mert ha nem, nem. Úgyhogy annyira nem érdekes a dolog. Azt nem tudom, hogy kell-e valamibe, de szerintem nem kell már az arról rest mod, nem kell. Ezek is mind itt nem kellenek. Ezt a négyes aksit is adom neked. Jó, örülsz neki? Mind a tied. Ez is. Ó, kell a francnak. A vitaminért mennyit adsz? Tied. Itt is vannak még könyvek. Hát jó, szerintem menj. Ja, ne. Ó, ne, hogy már ez itt nálam maradjon, mert megbolondulok, ha nálam marad. Jó, de ugye nincs nálad az, ami nekem kellett, úgyhogy itt ez a nagy probléma. És meg az a nagy probléma amúgy...
mennyi 15-50 év, és azt nézzük meg a térképet. Ha én itt felül végig zúgatjúzok, ennél a bobnál éppen meg tudjuk nézni ennél a bobnál, hogy van-e valami, mert hát ja, szerintem itt végig döngetünk arra, aztán megnézzük nála, és akkor még azt utoljára azt még megnézzük. Elvileg elég gyorsan el tudunk menni, mert nem kell megálljunk. Elvileg azt hiszem az autók össze vannak szedve. Szét vannak szedve már. Nem állunk meg senkinél, és akkor ezt a napot... Something. Kicsit dadogunk. Már hideg van, vagy meleg, vagy nem tudom. És azért elmegyünk, hát kapcsolják, tök mindegy, mert elvileg nem lesz ma autó, nem lesz mit észrevegyek itt útközben, mert múltkor szétszedtem itt az autókat. Azért megyünk át oda, mert a Bobnál ott még esélyes, hogy esetleg van, ha van valami. Ha nincs, akkor úgy sincsen szerintem, mert a kettő szokott lenni egy mapon, hát hogyha nála itt se volt, meg ott se, az már nagy valószínűséggel akkor nem lesz, de onnan viszont akkor még majd visszamegyünk a Havasba, vagy nem tudom már melyik, hát a Havas van valószínűleg közben, ez már ott a Havasnak a széle, most vagy a Havas, vagy na ott is van egy tábor bent, de olyan bejártunk most az előbb. A franc, ezt elütöttük. Megy azért ez az autó elég gyorsan, hát ha nyomom neki így a gázt, akkor elég... Nem tudom, helikopter gyorsabban megy, vagy ez megy gyorsabban? Jó kérdés. Vagy csak azért tűnik ez gyorsabbnak, mert hogy itt lent a fák között megyek, és jobban látom a fákat, hogy mennek el mellettem, de mintha egyszer próbáltuk volna már így, hogy motor meg helikopter, és a motor nagyon gyorsan megy a motor, talán gyorsabban ment. Talán, mintha gyorsabban ment volna a motor, mint a helikopter. Nehéz dolog így megsatszolni, mert hogy az biztos, hogy már amikor beérünk így egy városba, akkor helikopter győzött, az biztos. Hát igen, például már nem tudom itt, hogy aztán hogy menjek, merre menjek. Úgyhogy... Ott is van egy rendőrség. Várjunk, hogy megyünk itt. Itt is vége az útnak, hát annyira örülök neki, amúgy. Vagyok mami, csak most nem érek rá veletek fogva. Bejövök Bobby fiúhoz. Megnézzük Bobinál van-e valami. Marauder 72 000. Nekem is van Bibibá. Ugye már a következő a 136. nap lesz. És én jól mondom, de igen, hát szerintem. Nem azért nincs, ugye, mert hogy én már... Mert 136, 100... Hogy voltam már itt, 130... De nem tudom már megmondani. De szerintem nem voltam ebbe a trader... Nem, szerintem nem voltam. Azon gondolkoztam, hogy voltam-e már... Ebbe a körbe, de az nem ebbe a körbe volt, szerintem. Na jó van gyerekek, most már elég legyen. És akkor innen viszont... Hát... Igen. Nem a trader körút érdekel egyébként se, de viszont akkor... Hát akkor csináljuk majd azt, hogy... Következő alkalommal, hogy ide bemegyünk akkor ebbe a nagyvárosba, és akkor itt szétnézünk, mert
szerintem úgy, hát bejárjuk itt a belvárosi részt, hát ha találunk valami jó helyeket, jó dolgokat. Hát addig meg én szerintem ide vissza is jövök ide belülre. Jó, és akkor bejárjuk majd ezt a belső részt, aztán mi szétnézünk. Nem is a trader lényeg, mert tényleg áram is van, ez már csak olyan, hogy ha belebotlunk akkor dolgokba, akkor megvesszük, de annyira nem ez a lényeg különben. Jó, és hát ugye ránk sötétedik, aztán el leszünk mi ott. Ott már biztos, hogy egész éjszaka megy a móka meg a kacagás, úgyhogy az már jó lesz. Jó van, várlak majd benneteket legközelebb, és további szép napot mindenkinek, sziasztok!